A forgatási helyszínt az immár 25 éve működő Remiz étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott. Paul Lillát a krízó csillogó ékszerei varázsolják még elragadóbbá. A műsorvezető frizurája a Pomádé szalonban készült. A Lillás reggeli a Facebookon is elérhető. facebook.com/lillásreggeli. A műsor média partnere a Pécs Rádió. Lillás reggeli. Hozzávalók két személyre. Egy adag friss tudnivaló, egy meghitt hely, egy lenyűgöző személyiség, egy csipetnyi kíváncsiság, egy csokornyi jó kérdés, és a háziasszony, Paor Lilla. Zenei tanulmányait 8 évesen kezdte. Először zongorázott, majd a gimnázium alatt fuvolán, klarinéton, oboán és szaxofonon tanult. Elvégezte az OSK zeneiskoláját, majd felvették a Jazz Konzervatóriumba. A Spirál együttessel a harmadik helyezést érték el a Ki mit tudon, ezt követte a Kati és a Kerekperec, a Corvina, a Piramis és az Egyda együttes. 1988-ban Németországban jelent meg első lemeze, Pánsipon, mely aranylemez lett. Eddig 28 pánsipos lemeze jelent meg, amiket szerte a világon árulnak. Számos lemezbemutató turnéja volt Amerikában, Kínában, Ázsiában és európai országokban. A Lillás reggeli mai vendége Kegyen János, pánsip művész. Reggeli vendége, akkor ugye erőn tódultak a képek, amikor utoljára találkoztunk. Hát nem tegnap, nem tegnap előtt hát volt. Nem. És azt gondolom, hogy pont egy olyan időszakban futottunk össze, illetve voltál a vendégem, amikor egy SOS hívószámnak voltál egy ilyen jótékonysági segélyhívó rendszernek a magyarországi képviselés. Akkor egy hosszú angliai tartózkodásról jöttél haza. Aztán utána elkezdtem olvasgatni így a neten, és láttam, hogy elég sok olyan dologba bele folysz, ami a jótékonysághoz kötődik. És mindig mondod, hogy meg kell adni az arányát annak, hogy mi az, ami pénzes, és mi az, ami jótékonysági. Akkor térjünk először rá a művészi életre, mert majd csak azért mondtam az elején ezt, mert szeretném, hogyha majd erről is beszélgetnénk. És a másik, amivel az egész beszélgetést indítanám, ugye az életrajzod azzal kezdődik, hogy 4 hangszert kezdtél el tanulni, 4 fúvós hangszert. Miért azt a 4-et és milyen sorrendben? Tehát hogy alakult ki egyáltalán, hogy egy fiatalember 4 fúvós hangszerrel indítson? Hát zongoráztam én előtte, ugye van egy ikertestvérem, és mi 6-7-8 évig zongoráztunk együtt, a gimnáziumban jött ez. A 70-es években akkor jött haza Sirius Ausztráliából, volt a Sirius hajó, és nagyon tetszett a szaxofon, nagyon tetszett, főleg a Rajdúj Misi, aki egyébként később engem tanított, tetszett a fuvola. És akkor olyan mindent akartam, fiatal voltam, és mindenbe bele akartam kezdeni, de nem volt hangszerem. És akkor nagyon jó zeneiskolák voltak, és hát miután én a mai napig nagyon szeretek gyakorolni, és rengeteget, ilyen 8-10 órákat gyakoroltam, ezért nagyon hamar a zeneiskolákba felfigyeltek rám, és mindenhol kaptam egy hangszert, hogy egy jobb minőségű hangszert tudjak rajta játszani, és valahogy aztán ez indított el a pályámon, de ezek a mai napig megfognak, mert nyilván már nem szaxofonozom, meg fuvolázom, megvan egy pár hangszerem még, de feszegettem a határokat. Most próbálom lefordítani, amit mondtál, tehát ott állsz középiskolásként, elmész egy Sirius koncertre, a Sirius hajóra. Egyébként annak idején ezeknek a úgymond koktélhajóknak elképesztő kultúrája Igen. volt. Jobbnál jobb zenekarok játszottak Igen. esténként, és tényleg aki táncolni akart, az olyan hajóra ment, aki jó zenét akart hallgatni, az olyanra ment, aki jazzt akart hallgatni, az olyanra ment.
megláttad Rádúj Misit. Elmentél utána a zeneiskolába, és azt mondtad, hogy jó napot kívánok. Mi az, amit lehet tanulni? Van 7-8 év zongora kultúra mögöttem? Tulajdonképpen először a legkisebb hangszerrel kezdtem, a fuvolával, mert az volt a legelérhetőbb. És akkor kinéztem, egy sok hangszerból volt a körúton, és az egyik hangszerból kialakatában ki volt rakva egy fuvola, egy fa fuvola. 500 forint volt az ára, hát az is egy nagy pénz volt akkor, de az inkább elérhető volt, mondjuk, mint egy szakszofon, vagy mint egy klarinét, és édesanyámat rávettem, hogy vegye meg. De hát ő mondta, hogy csak akkor, hogy válig érő hosszú hajam volt, hogy akkor veszi meg, hogyha levágatom a hajam, mert hát hogy nézek ki. És akkor én elmentem, ahogy biztos legyek, elmentem a fodrászhoz, és kopaszra levágattam a hajamat. Szegényed. Anyám persze elájult, és megkaptam ezt a fuvolát, és ezzel a fafuvolával mentem el a zeneiskolába, jelentkeztem. És hát ott mindjárt mondta a tanár, hogy hát jó ez a fafuvola, de hát ez már egy nagyon régi rendszerű stohaszer volt, egyébként egy értékes hangszer. És jó reggelt kívánunk, köszönjük reggelt szépen. Kívánunk. Köszönjük, húha, ez igen, izgalmas. Izgalmas lesz, igen. És akkor meghallgatott a tanár, mert már ugye én előtte próbálgattam meg, amit hallottam a Rádúj Misitől, a Sirius egyébként, a Török Ádéjék, ugye a Gőzhajó és egyebek, és akkor kaptam egy fuvolát a zeneiskolától. Anyukád nem kapott frászt, hogy megveszi drága pénzért neked a hangszert, és utána... Igazából nem, mert az a hangszer is becsbe volt, az a hangszer is becsbe volt, inkább attól kapott frászt, hogy én közben jelentkeztem klarinétozni, és akkor fogták meg oboázni, és ugye az oboa abban az időben a lányok képviselték inkább az oboa szakot, nem a fiúk, emiatt kaptam egy oboát a tanártól, hogy segítsék azt, hogy hát először is kaptunk egy nádat, az egy ilyen dupla nád, és egy fél évig állítólag. Ezt kellett szopogatni. Szopogatni, úgyhogy én úgy közlekedtem villamoson, hogy az anzacon minél előbb jó legyen, és nálam egy körülbelül egy olyan 3 hét, 1 hónap múlva meg is szólalt a hangszer. És hát ugye mindegyik tantárgyból olyan jól mentem előre, hogy akkor jöttek be ezek a Yamaha hangszerek, és megszavazták, hogy akkor a legjobb tanítványok kapjanak ebből a hangszerből, és nagy probléma lett, hogy 4 tanár is az én nevemet mondta, hogy kell. És akkor, hát persze nagy veszekedés volt, és hogy a vége az lett, hogy anyám ment be a zeneiskolába, és mondta, hogy hát addig nem volt probléma, mert azt mondták, hogy az egyik hangszer szájtartása üti a másikét, és hogy ilyet nem lehet. Vagy egy hangszer, vagy semmi. És az édesanyám bement, hogy hát idáig nem volt probléma, ő volt az első ugye ebbe az évfolyamban, most meg mindjárt probléma van. És akkor mondta, jó van, gyere fiam, menjünk el innen, és akkor elvitt az OSK-ba, az OSK-nak a stúdiójába, és akkor onnan már tényleg komolyabban indult ez a pálya. Hiszen ott már a művészeket képzik a pódiumra mindenféle szempontból. Még mindig visszatérünk erre, mert ez egy elég érdekes kezdet ezzel a 4 hangszerrel, és azzal a hihetetlen kitartással, amivel te fölkészültél erre a zenei pályára. Hiszen azt mondod, hogy napi 6-8 órát gyakoroltál, a nádot volt a szádba, és tényleg én is a magam eszével azt mondom, hogy teljesen más a fuvola, más szájtartás kell hozzá, más légzéstechnika, más kell a szaxofonhoz. Valóban más kell? Nyilván más kell, meg ugye azért látszik egyébként, hogy azok a nagyon nagy nevek, akik vannak, amerikaiak, magyarok, azok általában egy hangszerrel szakosodnak, tehát mellette vannak mellék hangszerek, amik szintén jók, de nyilván az életük egy irányba visz egy hangszerrel. Egyébként pont a Rádúj Misivel volt egy jó élmény ezzel kapcsolatban, mert én mátyástéri gyerek vagyok, de én fehér, tehát nem voltam roma származású, és ez egy óriási kegy volt, hogy a Misi egyedül engem fölvállalt, hogy majd én megmondta, hogy majd én megtanítalak szakszofonozni. És akkor kérdeztem, hogy Misikén, mikor leszek én olyan jó szakszofonos, mint te? És azt mondja, hát figyelj, ha te naponta 2 órát gyakorolsz, akkor egy 5-6 év múlva
aránylag jó szaxofonos is lehetsz, mondta ezt uh-huh. nekem, és én megmondom, hát nekem már nincs időm. Hát én 18 éves voltam, uh-huh. még 6 évet várni, és akkor elkezdtem, de tényleg elkezdtem filózni, hogyha ha mi van akkor, hogyha 4 órát gyakorlok, akkor ez mondjuk lemegy 3 évre, mi van akkor, hogyha 8 órát gyakorlok, ez lemegy 1,5 évre. És a nagyanyáméknak, neki 2 termeik voltak, csak ugye elvették a rendszerben, az Átkosba, és az egyik ilyen kis kifőzdébe vagy étterembe laktak, ott volt egy nagy terem, ugye az volt a kifőzdének a étterem része, és akkor én ott gyakoroltam ilyen 8-10 órákat, és valóban egy év, meg 1,5 év múlva olyan szintre jutottam, hogy a kisrágfogó együttest, azt mi alapítottuk meg a lakatos tónikával, a pecekkel, a kunuval, tehát óriási formátumú zenészek lettek ők is már. Hát fogalom volt így a van. Zenekar. És tehát tényleg gyakorolni, folyamatosan mentünk, ugye akkor nagy volt a zene élet, tehát nem csak a vendéglátóban is fantasztikus muzsikusok voltak, és minden este mentünk, hallgattunk, gyakoroltunk, tehát ez volt az életünk. Azt mondod, hogy napi 8 óra gyakorlást kiszakítottál az életedből. Mindent egy lapra tettél föl ezek szerint. Még a gimnázium alatt is rengeteg mindent a zenére tettél föl. Hogyan tudtál mellette tanulni, más tanulni, hiszen azért az életre is föl kellett készülni, és lehet, hogy nem jött volna be ez az ág. Brutális volt, mert tehát azt kell tudni ezt, hogy a mi családunk egy jogász dinasztia. Tehát az édesapám is jogász volt, a nagyapám is, az ő nagyapja, az ő apja. És miután mi ikrek voltunk, ugye a család eldöntötte, hogy én jogi pályára fogok menni, a bátyám meg majd műszaki pályára. Én egyébként néprajzkutató szerettem volna lenni, még 8. mindig kitűnő tanuló voltam. És amikor eljött az érettségi akkor ideje, akkor ugye be kellett adnom a felvételit a jogi egyetemre, be kellett adnom a műszaki egyetemre is, mert ugye, és mi egy osztályban matematika szakra jártam, tehát ez egy nekem elég kemény életem volt ebből a szempontból. És ugye az történt, hogy a jogi egyetemre első körbe felvettek úgy, hogy az akkori évfolyam legjobb dolgozatát, írásbeliét én írtam, tehát akkor 10 pont volt a maximum, igen. És 10 és felett kaptam. És a szóbelim is 10 volt. A műszakira is fölvettek 16 ponttal, a bátyámat 14-el vették föl, és én meg jelentkeztem a Jazz Konzervatóriumra, oda is fölvettek a gondáékhoz, és pont kinzenéltem a Kati és a Kerekperecsel Szopotban, ez Lengyelországban van egy tánzzal fesztiválon, akkor este felhívtam édesanyámat, hogy itt vagyok, de jó, és ő meg sírva mondta, ja, kisfiam, be kéne jönnöd holnap az egyetemre, mert egyszerűen, ha nem írod alá, nem tudsz beiratkozni. És valami ki akar menni a jogi egyetemre? Arról volt szó, hogy jelentkezzek, vegyenek föl, de az, hogy hova menjek, azt már én öntöm el. Tehát... Azért elképedve hallom, hogy már itt is az ellentmondások benne vannak. Ugye valaki jól zenél, napi 8 órákat gyakorol, zenésztársakkal esténként elmegy az éjszakába, hallgatjátok a zenét, és mellette kitűnően tanul, matematika, fizika szakos osztályba legjobban csinálja az érettségit, és nem elég, hogy fölveszik a műszakát, még a jogi egyetemre is, mert kettő aztán így szokott menni, aki hülye matekból, fizikából, az elmegy a jogra, meg mit tudom én fordítva. Hát nekem annyira összetett és olyan kombinatórikával megáldott agyad van ezek szerint, ami nagyon keveseknek van. Köteleztek-e téged arra, hogy tanuljál, vagy rá kellett-e venni valamivel arra, hogy tanulj, vagy egyszerűen csak, ahogy mondtad, hogy szerettél tanulni? Igazából, én megmondom őszintén, én nem nagyon tanultam. Tehát ugye, ami az órán elhangzott, az megmaradt, és tulajdonképpen azt adtam vissza. Miután matematika, fizika, kémia szakra jártunk, ugye ott az volt, hogy hetente 5 órába tanultuk ezeket, tehát a kémiát nem szerettem vagyunk őszintén, de a matematikát igen. Állandóan indítottak az Arany Dánien matematika versenyen, mert jó voltam benne, de én ezt nem vettem komolyan. Tehát azért általában a kerületből bejutottam a Budapestire, mindig vettem, emlékszem, 4 forint volt egy ekkora, imádom
megadom a meggyet, és a meggykompot 4 forint volt egy ekkora kicsi, és mindig azzal mentem a matematika versenyre, és akkor ott úgy kezdődött, ez egy ilyen rituálé volt, hogy kinyitottam, megettem, és utána nekiálltam a feladatnak. A Műszaki Egyetemről úgy rúgtak ki a felvételiről, hogy a 2 órás felvételénél körülbelül másfél órát alatt végeztem, és utána a fejből a Hámor Szvittet kottáztam, és akkor jött az osztályba ez a, aki felvigyázta ezt a felvételét, és kérdezte azt magam, mit csinál? Hát mondom, Hámor Szvittet írom fejből, kíváncsi vagyok, megye. Tehát azt mondja, ez Műszaki Egyetem. Ja, hát mondom, én már kész vagyok, akkor mars ki. Tehát ez nagyon érdekes, de annak ellenére egyébként a matematikát mai napig szeretem, kémiát nem. Annak, hogy a matekból ennyire jó voltál, mi hasznát vetted gyakorlatban az életben? Hát a zene az matematika, az abszolút matematika. Tehát ennek párba kell lenni. Általában a zenészek nagy része egyébként jó is mindig matematikában, egyébként más. Hát az összhangzattal része az mindenképpen. Igen. A hangszerelésben segít elsősorban, vagy zeneszerzésben? Hát a hangszerelésben nem tudom. Tehát ez érdekes dolog, mert amikor hangszerelek, készült egy lemez a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarra 2004-ben, egy karácsonyi lemez, és azon több nótát én hangszereltem. De egyszerűen látom. Tehát nem is az, hogy én hallom, hogy most milyen harmónia van, hanem egyszerűen látom, hogy mi hol mozog, és akkor ezeket írom le. Lehet, hogy ennek is intézik. Most erről a karácsonyi koncertről jutott eszembe, hogy akkor, amikor ezt a koncertfelvételt elkészítettétek, akkor én ezt megkaptam Betán tőled, és akkor leadtuk a tévébe, még ennek a tévének az elődjébe, és akkor a következő évben teljesen természetes volt, hogy a Kegye koncert megy karácsonykor. Teltek, múltak az évek, Kegye koncert még mindig ment karácsonykor, mert egyszerűen mindenhonnan azt hallottam, hogy ugye, a Kegye koncert az megvesz, és azóta, most hogy ugye átálltunk HD-re és másak a műszaki megoldásaink, egy-két szám még mindig belekerül, mert belecsempészem, de az anyukám azt mondta, hogy ha nincsen benne a Kegye Jani a karácsonyi műsorban, akkor az nem karácsonyi műsor. Egyszerűen ez egy annyira jól sikerült koncert volt, és olyan szép, olyan gyönyörűen hangszerelve, és az új hangszerelés, akkor itt akkor megemlítjük, hogy Pánsipart gyakorlatilag akkor álltál ki, vagy akkor futottál be, vagy akkor vált a neved egybe a Pánsippal, amikor ez a koncert létrejött. 1988-ban, amikor megjelent a lemezem Németországban az első, akkor engem valahogy szétkaptak, a világ minden táján játszottam. És hát Spanyolországban éltem sokáig, ott a Pavarotékkal volt egy csapat, akikkel koncerteztünk, cipeltek, úsztak, vittek bennünket. És volt egy nagyon kemény menedzsment, egy német menedzsment volt, ugye, aki azt mondta, hogy 1-től 10-ig ezt játszod és kész. És az nem működik. Tehát a mai napig is úgy van, hogy például tegnap Bécsben is, hogy mindig megnézem, hogy kik vannak bent, és akkor ahhoz képest állítom össze a műsort. Hogy az üljön, mert ha nem ül, akkor az nem jó, akkor ott mindenki szenved. És én egyszerűen ott felálltam egy idő után, nem bírtam ezt, és hazaköltöztem Magyarországra, és 2 évig a hangszert elő se vettem. És akkor, de ugye a zene meg dübörgött bennem, és akkor jött ez a bizonyos 2004, amikor a Magyar Rádió szimfonikusokkal akkor így kiadtam magamból. Az egy többszörös platina lemez lett, egyébként a mai napig karácsonykor arra ezzel a zenével megyek, az tulajdonképpen leövítette a lelkemet. És akkor visszatérünk most ezekre a spanyol évekre, mert azért ez izgalmas, megmondom őszintén, még élő emberrel nem találkoztam, akit mondjuk Pavarottival együtt koncertezett hosszú időn keresztül. Hogy kerültél bele ebbe a csapatba? Egyáltalán hogy ment kint akkor? Mert a legtöbb zenész, bocsánat, itt beleteszek egy zárójeles részt, a legtöbb ember vendéglátózni megy ki, és nem koncertezni. Tehát gondolom, hogy te is úgy kezdted el, hogy kimentél egy zenekarral vendéglátózni, és aztán ott meghallottak játszani, és úgy kerültél egy koncert csapathoz. De lehet, hogy nem így volt. Én magyar zenekarral mentem ki, az Anonymous nevű együttessel, akik egyébként a Várba koncerteztek, egy nagyon jó nevű zenekar volt. Velük mentem ki külföldre, hajókra,
még az, legelőször az Emirátusokban is velük voltam, aztán később külön voltam én szólista. Közben jelent meg a lemez. És Németországban, amikor megjelent a lemez, akkor elkezdett döngetni a listát, tehát ezeket a listákat, és akkor ugye a menedzsment, tehát abba kellett hagynom ezt a fajta vendéglátozást, és akkor Németországban indult el, különben a Fordnak jelent meg valamilyen autója, már nem is tudom, talán a Ford K, és akkor azzal annak a turnéjára vittek, és ott nagyon sokan a Bonnie M-nek a kísérőzenekarra játszott, német sztárok. Aztán bekerültem egy nemzetközi zenekarba, a Trans-Európa Expressben, egy nagyon híres dánok, svédek, norvégok játszottak benne, szegény Somló Tomi is ott játszott. És akkor ilyen kapcsolatok maradtak, amik, mert ott adták a zenekart is, meg közben én Németországban is, tehát a menedzsmenek így mindig adtak bennünket tovább. És akkor így kerültem az egyik német ügynökséghez, akik egy olyan showt csináltak, hogy voltak benne amerikai énekegyüttesek, volt benne hangszeres, mint én, volt benne a Pavarotti, akkor még a Pavarotti, hát nagy név volt már a Pavarotti, de akkor még ezekbe a, hát mondjuk ilyen fesztiválokon, ilyen nagyobb színházakban, ilyen, most tudom, ilyen amfiteátrumokban csinálták a mediterránban ezeket a koncerteket, és akkor így valahogy belecseppentem. Ráadásul úgy, hogy én Mallorcán ott vettem egy házat, és akkor azt mondtam, hogy ez a világ közepe. Ott télen is max. 18 fok van, tehát... Igen. És így adott volt, hogy én közelben vagyok rá, ez mindig hétvégéről szólt, péntek, szombat, vagy szombat, vasárnap, és akkor kis repülővel ott mentünk egyik szigetről másikra, vagy át kellett menni Barcelonába, vagy szép. Jó időszak lehetett. Jó, nagyon. Viszont nem voltál a magad ura. Hát legalábbis a műsorválasztás szempontjából. Igen, ez volt nehéz, és mindig mondták nekem a zenészek. Tehát én sose voltam, ezt szememre rólják sokan az élettársamtól kezdve mindenki, hogy én nem vagyok pénzcentrikus, nem is lehetek, mert nekem más. Tehát engem nem a pénz érdekel, engem a muzsika érdekel, annak a lelkiség, amitől én szerintem most is itt vagyok, így 62 évesen lassan. És sokukat megnyilván, tehát Amerikában lejött a Platters, vagy nem is tudom kik, akik, azoknak a pénz volt a fontos, tavasztól őszig lenyomnak 80-100 bulit, kerestek 50-100-200 ezer dollárt, és utána hazamennek nyugodtan nyaralni. Engem meg annyira nem érdekel. Tehát az angol feleségem volt akkor, feltörték az automat Mallorcán, elvittem az Opel Service-be, és akkor úgyhogy cseréljék az ablakot, és ott állt egy zsírói Opel Frontera, és akkor mondta nekem, hogy meg kéne venni ezt az autót, és akkor ránéztem az árára, és mondom, hát miért ilyen olcsó? Én sokkal többet keresek egy hónapban, mint ez az autó ára. De miért adja meg? Mert jó autóm volt. Tehát nem érdekelt az se, hogy most ez legyen, az legyen. Én el voltam volt egy nagyon aranyos benszülött kocsma, tehát én nem jártam a Rivérára, vagyis hát ugye a partra, hanem szerettem ezeket az öreg spanyolokat, akik itták a kis kupicájukat, de reggel ott biliárdoztam. Tehát én olyan elvonulós voltam, hát annyira azért nem vagyok elvonulós, de ebben ez volt a varázs, hogy olyan volt, mint hogy... Nem a flancot kerested, igen. Olyan volt nekem egyébként ez a Mallorca, vissza is vágyok, sokszor eszembe jut, mintha itthon lettem volna egy tanyán, vagy egy kis faluban. Tehát amikor hazaköltöztem, akkor pont egy ilyen faluba mentem le Tassra lakni, ott vettem egy ilyen kis kúriát, és két évig abban a 12 szobában el voltam, meg a kutyáim, meg a... Érdekes életmód, hála Istennek, hogy megadatott, hogy meg tudtad teremteni, mert bármennyire nem érdekelt a pénz, hála Istennek kerestél annyit, hogy meg tudd magadnak ezt. Az el is elment, persze. Tehát jött-ment? Igen, de nem is érdekel. Tehát, egyszer mondtam az első feleségemtől, nagyon jóba vagyunk, hál' Istennek, a válláson, hogy
és valahogy ez így meg is maradt, pedig én mondtam, hogy igazából mindent el lehet tőlem venni, egyetlen a tudást, ami a kezemben van, mert abban a pillanatban, meg ugye a hangszer, mert abban a pillanatban, hogyha nullán vagyok, kiállok az utcára, már van pénzem. Elfújok egy nótát, és már van pénzem. Tehát a pénz az egy, csak egy időleges dolog. Hát nyilván nagyon jó annak, akinek sok pénze van, meg azért én se panaszkodok, nem azt mondom, de nem elsődleges dolog. Az a tudás, amivel rendelkezel, az nagyon sok mindenre lehetőséget biztosít. Beszéltünk nagy koncerttermekről, hatalmas turnékról, tanyáról, külföldről, emirátusokról, stb. És megemlítetted, hogy kiállok az utcára és zenélek. És az jutott az eszembe, nem olyan rég volt itt Hevesi Tomi, és remek zenész ő maga is, és mondta, hogy elment Ausztráliába, és egyszerűen utca zenélt, és marha jól érezte magát, és abból aztán fölfejlesztett egy olyan ívet a pályáján, amire aztán később lehetett építeni. Neked volt-e alkalmad, rá voltál-e szorulva, hogy utcazenészként éljél? És milyen az a vét? Hát nem voltam rászorulva, de most egyébként egy bizonyos tekintetben fogunk egymáshoz kapcsolódni, mert képzeld el, volt egy vitorlásom. És Füreden a kikötőben állt a vitorlás, és hát ugye gyakorolni, és reggel lementem a hajóra, fogtam és kiraktam a kis hangfalamat, tudod, bekapcsoltam a zenét, és fújtam, gyakoroltam, és a közelben van a szívkórház. Igen. És 10 percen belül a kikötő, még a régi kikötő, most átalakították már egy kicsit, de a kikötő ott tele volt emberekkel, öreg idős emberekkel, ültek, könnyeztek, csillogtak, és akkor egyszer valaki odajött, hogy hát adnék egy kis pénzt, de hova dobjam, mert nem volt kirakva semmi. Aha. Ezen mondom, miért kéne? Hát én csináltam más, csak fújkáltam járt. Tehát a saját magamat, szórakoztattam, és akkor az egyik a barátom mondta, hogy aztán mi nem rasz ki CD-t? Aztán van egy csomó CD-t, mi nem rasz ki? És akkor valami 30 CD-t ott megvettek egy ütőhelyben. És akkor sem volt bennem az, hogy hű, ez egy nagyon nagy üzlet. Uh-huh. Mert meg jó is esett, ott az utcán mentem, jöttek meg, mi művész úr, mikor, drága, mikor fog megint játszani, olyan jó nekünk, meg hát tavaly is itt volt, láttuk, mert szívkórház, uh-huh. És igen. Akkor mentem, és akkor... De jó. De persze kikezdtek, ugye, mert volt, aki féltette, aki tényleg utca pénzre ment. Igen. Na mindegy, de így volt, így. Ez volt az egyik legszebb, és hát mondjuk egyedülálló élményem ezzel kapcsolatban. Sajnos már hajó nincs azóta. És nem is biztos, hogy abban a kikötőben lehetne zenélgetni, mert annyira megváltozott ott az egész élet. Az utcazenélés az egy teljesen másik történet, de ahogy mondod, te magadnak is szeretsz zenélni. Mert ebből én azt mondtam le, hogy neked a zenélés az annyira a magad szívéből érkezik, jön, hogy te akkor is zenélsz, amikor nincsen rá szükséged. Mikor szoktad elővenni a hangszert magadnak? És melyiket? Hát már a pársét van. A szaxofon már nem annyira, a fuvolát egyáltalán, megvan egy-kettő, amit lehetett, ezt már tovább, nagyon értékes hangszereim voltak is azokat. Ha nem használja az ember, akkor annak a lelke is szerintem uh-huh. sérül. Ausztriába vették meg egyébként az egyik legjobb vécsi szaxofonos. Ez változó nálam, hogy mikor van bennem ez a... De mindig, tehát mindig valami jár a kezem, mondta, hogy soha nem tudok, meg mindig szólnak dolgok a fejembe, de azt hiszem, hogy ez egy muzsikustól ez egy természetes dolog. Az egy más kérdés, hogy akkor ez mikor jön a felszínre. Hát most egyébként pont két ilyen lemez van, amin gondolkodok. Egyik a Bőte Csaba testvér miatt sokat voltam neki segíteni Erdélybe, és most nagyon gondolkozok ezeken a liturgikus zenéken, amiket énekelnek a miséken, uh-huh. hogy ezt szép szimfonikusan megcsinálni.
De a hangszer az mindig olyan, mint egy üdítő a nyáron, amikor az embernek melegben van, és akkor leöblít egy hűsítővel magát, és akkor úgy de jó. Hát erre azért van az, hogy azért az én ágyamtól azért egy 5 méteres téren belül mindig megtalálhatom maga a hangszer. Váltottál ugye az 4 szokásos magyar hangszer, vagy magyarok által használt hangszerről a pánsípra. Ennek is megvan a maga története. Hát igen, ez egy nagyon érdekes történet volt, mert a Moulin Rouge-ban szaxofonoztam akkor, amikor egyébként katona voltam. És hát ez is egy nagyon jó sztori, hogy lehetett ezt megoldani. Hogyan? Hát kérlek szépen pont úgy, hogy ugye fölvettek a jogi egyetemre, de nem éltem vele. És akkor a központi zenekarban zenéltem, de hát ott ugye a Fickó Andris, aki a Moulin Rouge-nak volt az igazgatója, az mondta, hogy hát figyelj János, téged nem kell ide venni, mi van akkor, ha a katonaság nem enged ki? És mondom, Andris, olyan nincs. És akkor bementem a politikai tiszthez, és akkor mondtam neki, hogy én szeretnék tovább szolgálni, de úgy szeretnék tovább szolgálni, hogy elvégeznék egy valamilyen egyetemet. És akkor hát ugye adva volt ez a lehetőség, hogy 20,5 ponton volt a jogi egyetemen, amivel nem éltem, és akkor bementem a katonaruhába, besétáltam a Műrösségi Minisztériumba. Most tudom, ki volt a miniszter. Na mindegy, és akkor mondták, hogy nem lehet csak így besétálni, de hát pont jött ki a miniszter, valakit kísért ki, és akkor kérdezte, hogy mi áll, és akkor mondtam, hogy hát szeretném érvényesíteni ezt a lehetőséget, hogy... És akkor mondta, hogy persze utána néznek, hogy valóban igazat mondok-e, hát kiderült, hogy igen. Mondták, hogy ugye a katonaság mellett nappalira nem jelentkezhetek, a jogi egyetem estét nem indított, hanem, vagy nem, mindegy, a lényeg az volt, hogy a tanárképzőre fölvettek. És akkor a tanárképzőnek bementem a dékányi hivatalba, és akkor mondtam, hogy hazudtam, hogy ugye van egy vérettársam, aki terhes, és valahogy a katonaság mellett kell keresnem pénzt, hogy adjanak egy papírt, hogy 4 órában dolgozhatok, hogy valami mellékes legyen, és akkor ezzel a papírral már a Fickó Andris be tudott menni a vendéglátóipari, nem is tudom mi volt annak a neve, annak a cégnek, ahova tartozott, és akkor azzal fölvett a Moulin Rouge-ba. És akkor így játszottam. Szerintem az OSK volt az, nem? Nem, ez a valamelyik vendéglátóipari vállalathoz tartozott a Moulin Rouge. Igen. Na mindegy, a lényeg az, hogy és akkor én ott elkezdtem játszani, hogy akkor először a Medvecki Ilonát kísértők, utána nem jutnak eszembe dolgok. Menderényi Anna? Kicsoda? Menderényi Anna. Nem. Nem a Almát eszem című nóta. Magai Klemi volt, ő volt akkor a sztár. És akkor utána mi zenéltünk hajnalig. És akkor hajnalban fölültem a kis motorkerékpáromra, és akkor mentem a katonaságba vissza. Össze-vissza voltak megírva a katonakönyveim, nem volt semmi probléma. Úgyhogy ez így működött. Na és akkor ott egyik este a zongorista mondta, hogy te annyi hangszeren játszol, azt mondja, most egy hangszer Európában kezd nagyon egy román játszik rajta a zánfér, ez úgy hívják, hogy pánsír. Az apja meg zenebohóc volt, és neki volt egy ilyen hangszere, hogy tanuljál már meg holnapra 2 nótát. És akkor odaadta ezt a hangszert, és én egész éjjel gyúrtam ezen a hangszeren, hát aztán kiderült, hogy ütött, kopott volt, repet volt, törött volt. Na, mire reggelre megcsináltam a hangszert, hogy megszólalt, ugye, mire estére megtanultam a 2 nótát, én addigra beleszerelmesedtem. És akkor ez volt azt hiszem 84-ben, vagy 83-ban. És akkor rá 3 év múlva hívtak, ugye Németországból csinálnék egy lemezt. Tehát belefeküdtem a hangszerbe. Mitől olyan exotikus és olyan szép és olyan... Tehát ahogy megszólal, sír és nevet együtt a hangszer. Mert lelke van. Tehát nem véletlenül, hogy a görög mitológiában is említik, ugye, mert ez egy olyan fantasztikus és spirituális hangszer. Azon nagyon sok spirituális hangszer van, de ez az egyik olyan, hogy megfogja az embert a hangja. A kettő a nehézségi foka, hiszen nincsenek félhangok rajta, hanem ez egy G-duros skála. És amikor hallgattam ezeket a nagyokat, ezeket a románokat, hogy nem létezik, 12 hangszere van, minden hang nem játszanak. És akkor ugye elkezdtem gondolkozni, hogy
Hát ez most hogy? Most akkor nincs is annyi pénz a világon, hogy én 12 darab hangszert vegyek, hogy melyik máson, mert egy hangszeren kell megtanulni ezekben. És ugye megtanultam. Aztán később az Amsterdami Akadémián, amikor mesterkurzusra jártam, akkor megcsodálkoztam, hogy hát ezt tanítják Romániában, meg Svájcban, meg mindenhol, és én minden magamról jöttem rá. És mondta is valamelyik román nekem, hogy azt mondja, János, hogyha neked ez a könyv a birtokodban lett volna, akkor most 4 évvel előrébb jártál. De hát ez volt. De hát mindegy. Nem, és szívesen, egyébként is szerettem, szívesen gyakoroltam, de ezzel a hangszerrel meg élmény. A mai napig élmény. Egy picit a fizikához kapcsoljuk a zenész szemével a hangszereidet. Említetted a spiritualitását a hangszernek, és valahol olvastam, hogy tulajdonképpen, tehát ez így is van, hogy minden egyes zenének, ami megszólal, ugye van egy rezgés száma. Nagyon sokan érszűkületet például ezekkel a nagy tálakkal, vizes tálakkal gyógyítják, mert megnyitja az ereket, az a rezgésszám, a frekvenciája. Tehát mondjuk, ha összehasonlítok egy szaxofont, ami egy szőrös hangú hangszer, és szerintem a legerotikusabb hangszer, egészen más dolgokat nyit meg a hallgatóban, mondjuk, mint a pánsíp, amire azt mondod, hogy lelke van. Tehát ennek van-e köze a fizikához, szerinted? Vagy mihez van köze? Hát szerintem ahhoz van köze, hogy miután hogy ez erotikus hangszer volt a szaxofon, fiatal koromban szaxofonoztam, most már inkább a lelke. Erre. Ugye? Igazából nem tudom, ez de az, hogy nyilván, hogy a herceg, tehát ugye a fuvola és a pánsíp nagyon, nagyon hasonló lágérben megszólalásban, igen, de a színusz görbéje, ami adja a hanghullám, az tulajdonképpen ugyanaz. A szőrössége, ugye azt szoktuk mondani, a hangnak a bizonyos fajta szőrössége adja meg azt az ízt, amitől egy fuvola, amitől a pánsíp, az pánsíp. De hogy ennek a nagyon egyszerű, mert ugye ez nádból van. Tehát ugye ennek a nagyon egyszerű hangnak valami olyan lelke van, vagy olyan nagy markai vannak, amivel téged fog, hogy az elképesztő, hiszen most már rengeteg fajta pánsíp van, fémből csinálják, már láttam üvegből, műanyagból. Egy-kettő volt a kezemben, nem az. Tehát az a, nem tudom, és... Hát a hegedű sem az, amikor üvegből van, meg műanyagból, pedig igen. Nagyon elegánsan, meg vagányul igen, néznek ki, igen, de hát igen. Mégis hiányzik belőle az élet. Így van, a régi funk hangszerek, és a, hát ugye meg ezeknél is a kor számít. Van egy nagyon öreg hangszerem, ami most már nyugdíjas, azt úgy jutottam hozzá, kérek szépen, hogy volt egy bolíviai pánsipos, őt hívták tulajdonképpen a pánsipok Stradivariának, az öreget. És nem épített már hangszert, egy hangszere volt, nem volt befejezve, de én bejártam mindig hozzá, mert szerettem volna, kapok tőle egy, vagy épít nekem egy hangszert, de lehetetlen volt. Viszont jó barátok voltunk, és akkor egyszer jöttem haza a hajóval Angliából, vagy a Hamburgba. Szálltam ki, és mi rendszeresen mentem hozzá kávézni, stb. És meghalt szegény közben. És pont azon a napon volt a temetés, úgyhogy onnan, ahogy megérkeztem a feleség, vittek ki, mentünk ki a temetőbe, több száz dél-amerikai indián játszott a temetésen, és akkor, mikor vége volt, akkor félrehívott a felesége, és mondta, hogy gyere vissza János, mert van itt valami a számodra. Ezt a hangszert, amit nem fejezett be, ezt nekem hagyta. Aztán Stockholmba az egy ilyen bolíviai srác rakta föl még azt a 3 sípot, ami tulajdonképpen hiányzott a hangszerről, de egy bődületes hangszer. Sokkal nagyon, már el is vagyok, most valamelyik nap vettem elő, el is szoktam a hang, mert sokkal több levegő kell hozzá, meg más talán a rezgése is más annak a hangszernek. De ez egy bődület, mert abban, tehát ez nem egy futószalagon gyártott termék, amit most már ugye megszoktunk a világban, hanem ez ebben benne van az ő lelki, az ő fájdalma, az ő mindene. Borzasztó. Tehát...
Hány országban játszottál? Fú, nem tudom, sok. Most itt kapásból 10 elhangzott. Hát, sok, Kína, Dél-Korea, Szöul, most Bangkok, tehát most Afrika, nem tudom. Igazából sose. Amit nem szerettem, Amerikát nem szerettem, mert ott egy év, közel egy éves turnén volt, városról városra ment egy nagy csapat, tánckar, mindenféle, Las Vegas volt a vége, és ott volt, hogy ki se tudtam pakolni a bőröndjeimet. Gyűlölök, ezt az élettársam tudja, hogy gyűlölök pakolni. Elmegyek inkább egy szállékbe, és majd megoldom, majd veszek, mert ezt az utazások, ezek engem így kiborítottak. Visszatérünk egy picit a gyerekkorodra, Rádul Csabára, és mindazokra a zenésztársakra, akik közötte voltál a fehér ember. Azt lehet mondani, hogy talán akkor kevesebb volt a rasszizmus, mint ma. És ők téged úgy fogadtak, hogy sok-sok szeretettel közéjük választottak. Hát más volt. Ma más volt akkor az a fajta kultúra, vagy nem tudom, mindegy. Érezted-e valahol még magadat azon túl kívülállónak a világ bármelyik részén, vagy pedig úgy, mint zenészt tökéletesen elfogadtak? Mint zenészt mindenhol. Tehát ugye nagyon érdekes, hogy én nagyon sokat éltem Németországban, nem tudok németül. Tehát megértem, én most ugye sokat járok Ausztriába koncertezni, nem nagyon tudok beszélni. Megértem, amit mondanak, de nagyon nehezen válaszolok. De hát mindenhol a világ nyelve, zenész nyelve az angol. Tehát ugye ott félszavakból is megértettük egymást, és a zenész az egy más kaszt. Tehát ott bárhol bekerültél egy stúdióba, vagy bárhol játszottál egy fesztiválon, ott jöttek a zenészek, mert mindenki kíváncsi a másikra, mindenki tanul a másiktól. Van, aki hagyja, van, aki nem hagyja nyilván, de azért az a közeg, amiben én a 8. kerületben, a Mátyás térnél, ugye ott megtapasztaltam a Babos Gyusziéktól kezdve. Tehát ezek akkora fantasztikus emberek voltak, hogy meg hát ott az idősek. Ott az történt, hogy éjjel 11-kor, éjfélkor, hogy jöttek a muzsikusok haza az MK-ből, meg a Royalban, nem tudom hol játszottak, a sztoria. Jöttek ki, és ott ment az öröm zenélés éjszaka, és a kis fiatal titánokat, mint amilyen én voltam, vagy a többiek, hogy tanították önzetlenül. Ez egy, például a Rajkó zenekarban mai napig én vagyok az egyetlen egy fehér, akit megválasztottak tiszteletbeli rajkósoknak, mert engem, hát lehet, hogy én is egy olyan pali voltam, hogy ilyen könnyen kezelhető voltam, meg barátkozós, de szerettek. És ez nekem jó visszagondolni is erre. Tehát nem véletlenül sosem, bár ott angol feleségem, meg mit tudom én, meg megtehettem volna, hogy diszidáljak, sose kellett más út lenni. Engem mindig ez húzott haza, hogy ez, itt jobban érzem magam. Tehát egy Budapest, de hát vagy az ország, most ez Erdély ilyen, ahol viszont azokat a nyelviség, azokat a szavakat, azokat az ízeket találom meg, ami a gyerekkoromra jellemző. Hogy találtatok egymást a Böjte Csabával? Ez is érdekes volt. Úgy, hogy pár évvel ezelőtt kihívtak a Gyilkos Torra játszani. És akkor, miután kint voltam, megkért a szervező, hogy menjek már át egy másik helységbe, egy másik vár, kis településre, hogy ott is lehetne játszani. Hát mondom, jó, átmegyek. És akkor, amikor mentem, akkor megyek be a faluba, ki volt írva a táblára, hogy testvérvárosa Biatorbágy. Én meg Biatorbágyon lakom most évek óta, és el voltam ájulva. Mondom, erről én miért nem tudok? És akkor bementem, a sebőjék játszottak előttem, illetve hát én játszottam volna előttük, csak őnekünk ment a vonatuk, mindegy. És amikor fölmentem a színpadon, mindjárt arra kezdtem, hogy elájultam, hogy ki van éve Biata, és nem tudok erről semmit. És akkor felállt az első sor, összes Biatorbágyi volt, a polgármestertől kezdve minden. És akkor utána volt a Böjte Csabának egy előadása, és akkor a vacsoránál összehoztak bennünket, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és akkor ő elmondta, hogy miket csinál. És akkor én ezzel csak így néztem, mi az, hogy 3000 gyereket nevel? Hogy van ez? És hát, és akkor ebből egy nagyon komoly barátság lett, és akkor én felajánlottam neki,
hogy hát akkor van 80 intézménye, ugye, ahol gyerekeket nevelnek, napközi is, lakótól, stb. És mondta, hogy én kimegyek minden 80 helyet végigjárok, mindenhol adok egy ingyen koncertet, és akkor az ottani bevételt azt így megkapjátok. És ezt tavaly csináltam, ez egy olyan, hát olyan közel 10 millió forint körül tudtam gyűjteni neki. Találkoztál-e ott a gyerekekkel? Hogyne. És milyen lett velük a kapcsolatod? Hát most voltam egyébként Erdélyben nemrég, egy könyve, a három nagy szent életű papról írta az egyik, a Frigyes Ági egy gyönyörű könyvet. Az egyik a Tőkés László édesapja, egy református pap, a másik pedig az Antal és az Ervin atya. Ezek két, tehát olyan formátum, ugye, akiknek egyrészt azért köszönhető volt egy csomó minden, tizenvalány évig börtönben voltak, 99-100 évesen haltak meg, a tavalyi évben mentek el mind a hárman. És akkor én felvállaltam, mert ismertem őket, és akkor felvállaltam, hát kimegyek veled, aztán pánsipolok neked ott a könyvbemutató alatt. És hát én ezek Déván, ugye, meg Gyulafehérvár, ahol Segesvár, ahol voltunk, Szárhegy, hát engem a gyerekek ismernek. És mindenki elcsodálkozott, aki nem tudta ezt volam, hogy úgy csüntek rajtam, rohantak oda, hogy jaj, János bácsi, itt van János bácsi, itt vagyok. Úgyhogy igen, nagyon szeretnek, meg én tanítgattam is őket. Tehát mindig úgy csináltam, hogy a koncert előtt a gyerekekkel együtt zenéltünk, népdalokat eljátszottan, elénekelték. Nagyon fontos, a gyerekek olyan lelkélet, olyan tisztaság van, hogy nagyon ért. És az a nyelv, mondom, az, ahogy beszélnek magyarul. Most a főzésről ne beszéljünk, mert vége van, mert úgy főznek, hogy az ember tényleg érdemes autó nélkül menni, mert simán visszagurul. Tehát annyit teszel. Úgyhogy az egy, nekem egy fantasztikus világ nyíltott meg előttem a Csaba testvér. Meg, hát maga a Csaba testvér, ez egy szent ember, egy fantasztikumnak. Imádom. Remélem, hogy vele is fogok találkozni. Azzal kezdtem a beszélgetést, és visszakanyarodunk a végére, az utolsó percekre, hogy amikor hazajöttél Angliából, meg volt ez a karácsonyi koncert, akkor tényleg, most nem tudom, hogy csak a nevedet adtad-e, vagy részt vettél-e abba a bizonyos SOS segélyvonalnak a létrehozásában. Ez a telefontanú volt, azt igen. Azt Angliából hoztam be tulajdonképpen, ugye, mert a drog nagyon terjedt. És akkor én akkor csináltam egyszer egy anyagot, a drog megelőzés, tehát minden iskola kapott egy olyan csomagot, amiben volt videó, kazetta, CD, ahol nyilatkoztak drogosok, stb. Benne voltak az akkori drogok fajtái, és akkor ezt tudták itthon is a rendőrség szakemberei, hogy ez volt ez a kezdeményezés, és akkor Angliában meg láttam ezt a Nine Stoppert, ugye, mert ezt ott így hívták, és akkor megkértek, hogy akkor ezt valahogy hozzuk létre. És akkor a rendőrsége mai napig megy ez, és akkor... Telefontanú néven, igen, és akkor erre született egy alapítvány, ami egyébként egy kontrollja kellett, hogy legyen, ugye, hogy hát nyilván a rendőrség az anonimitással ne éljen vissza. Igazából az alapítvány elsorvadt, mert nem is nagyon volt már rá szükség, mert teljesen korrektul csinálják a dolgaikat, meg hát sokat utazok, nem politizálok, tehát nincs bennem semmi ilyen, de nem mindig sikerült támogatást szerezni arra, hogy működjön ez a dolog, és az úgy valahogy elsikadt, de nem is ez volt a lényeg. A lényeg az, hogy ez a program működik, és mindig látom a rendőrségi autón, hogy ott van a kis embléma, amiket még én gyártattam le, és ez úgy jól esik. Mi volt ennek a telefontanúnak a lényege? Ki volt az, aki ide betelefonálhatott? Hát a telefontanulnak az volt a lényege, hogy anonim módon, tehát nem kellett megadni, mert ugye betelefonálsz a 112-re, megkérdezik, hogy hívnak, mikor születtél, hol az. Itt meg anonim módon tudtál betelefonálni, például, hogy mit tudom én, láttad, hogy a szembe szomszéd éjszakánként nagy a forgalom, mennek be autók, egy se jön ki. És hogy, tehát hogy furcsa, és hogy nézzenek utána, hogy mi lehet ott. És akkor ugye kiderült, hogy ott egy szétszerelő műhely volt, mert tehát erről szólt ez a dolog, és
Annyira korrekt a rendszer, ugye, mert az amerikaiaknál nagyon működik, az angolok, a hollandoknál nagyon működik, ugye hát ebből aztán nyilván képezték őket is ki, hogy azért minden információra ők se ugrattak, nyilvánvaló, aha, de semmi nem volt. Valamilyen szinten nyilván utána néztek, és amikor komolyan szükség volt, akkor léptek. Most azért hoztam föl ezt még egyszer, mert tényleg mostanában nem hallottam róla, de jó, hogy fölemlítjük, mert sose lehet tudni, mikor lesz újra divatos a telefontanú, mert nagyon sokan azért nem jeleznek, mert pontosan azt a tortúrát nem akarják végigcsinálni, ami a 112. Igen, pontosan erről sokan van szó. Félnek, igen, hogy kiterül, hogy ő volt. Ő volt akkor, az, igen. Uh-huh. Ugye, és akkor a rendőrség nem véri meg, de nem, ez szépen működik. Hát akkor megint adtunk a nézőknek egy jó tippet. Hány koncerted lesz az évben? Nem tudom. Igazából én nagyon sok koncertet nem vállalok sokat. Általában egy olyan 50-60 koncertem van egy évben, és van körülbelül egy olyan 15-20, ami jótékonyság. Az általában így az év elején szokott lezajlani, mert amikor indul a nyár, az ősz, meg főleg a karácsony, mert karácsonykor minden nap uh-huh. játszom, ilyenkor van idő, akkor ugye a lelkemből adok. Mert azt szoktam mondani, hogyha már jó Isten adott nekem valamit fölülről, akkor azt nekem is valahogy, tehát az egyensúly miatt nekem is tovább kell adni, vagy aki kap, az adjon is. Tehát ez a jelszó. És akkor ilyenkor vannak jótékonysági koncertek, de nem haknizok, tehát nincsen két koncert egy nap, meg ilyen izék, hanem egyre, de azt oda kell figyelni. Kukucskálok, nézem, ki van ott a nézőtéren, és akkor így van. És akkor abból állítod össze azt a bizonyos repertoárt. 30 lemezem jelent meg, tehát az 400 nóta. Hát az 400-szor, nem is tudom, hogy a 3 percére beszél, hogy meddig tudnék játszani. Egyszer kéne egy ilyen Guinness. Hát nyilván, hogy sokat nem játszok belőle, vagy például tegnap nagyon érdekes volt Ausztriában, hogy a Samit kezdtem játszani az időseknek, mert osztrákok, Wimbledon, meg ilyesmi, Pánsipon, nagyon nehéz. Szétverték a házat. Hát megőrülnek, persze, tetszik nekik. Én is jól esett, hogy de rég játszottam, drága jó Istenem, és akkor emlékeztem Münchenre, amikor ez a dolog kialakult, és akkor épp ott éltem. Hát most ugyan nincsen lehetőségre, hogy Schramlit játsszál, és húzzad nekünk a reggeli mellé a talpalávalót. Bár milyen jó lett volna. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad. Én is nagyon köszönöm, megkértem. Köszönöm szépen, jó étvágyat kívánok. Jó étvágyat kívánok. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Ez egy nagyon ritka pillanat, amikor az ember, és főleg ezt a Lilával tapasztaltam meg egyébként mindig régebben is, hogy olyan helyzetbe kerül az ember, amikor a saját gyerekkorát újraélheti. És ez a beszélgetés, ez a sok emlék, ami itt most így följött, most engem megfiatalított egy 30 évvel biztosan. Köszönöm szépen még egyszer. A forgatási helyszínt az immár 25 éve működő Remiz étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott. Paulillát a krizó csillogó ékszerei varázsolják még elragadóbbá. A műsorvezető frizurája a Pomádé szalonban készült. A Lillás reggeli a Facebookon is elérhető. facebook.com/lillásreggeli A műsor média partnere a Pécs Rádió. Ezért nagyon hamar a zeneiskolákba felfigyeltek rám, és mindenhol kaptam egy hangszert, hogy egy jobb minőségű hangszert tudjak rajta játszani, és valahogy aztán ez indított el a pályámon, de ezek a mai napig megfognak, már nyilván már nem szakszofonozom, meg fogolázom, megvan egy pár hangszerem még, de feszegettem a határokat. Most próbálom lefordítani, amit mondtál, tehát ott állsz középiskolásként, elmész egy Sirius koncertre, a Sirius hajóra. Egyébként annak idején ezeknek a úgymond koktélhajóknak elképesztő kultúrája igen. volt. Jobbnál jobb zenekar, rock játszottak igen. esténként, és tényleg aki táncolni akart, az olyan hajóra ment, aki jó zenét akart hallgatni, az olyanra ment, aki jazzt akart hallgatni, az olyanra ment.
megláttad Rádúj Misit. Elmentél utána a zeneiskolába, és azt mondtad, hogy jó napot kívánok, mi az, amit lehet tanulni? Van 7-8 év zongora kultúra mögöttem? Tulajdonképpen először a legkisebb hangszerrel kezdtem, a fuvolával, mert az volt a legelérhetőbb. És akkor kinéztem, egy sok hangszerból volt a körúton, és az egyik hangszerból kialakatában ki volt rakva egy fuvola, egy fa fuvola. 500 forint volt az ára, hát az is egy nagy... ...mely aranylemez lett. Eddig 28 pánsípos lemeze jelent meg, amiket szerte a világon árulnak. Számos lemezbemutató turnéja volt Amerikában, Kínában, Ázsiában és európai országokban. A Lillás reggeli mai vendége Kegyen János, pánsíp művész. Lillás reggeli vendége, akkor ugye elén tódultak a képek, amikor utoljára találkoztunk. Hát nem tegnap, nem tegnap előtt hát volt. Nem. És azt gondolom, hogy pont egy olyan időszakban futottunk össze, illetve voltál a vendégem, amikor egy SOS hívószámnak voltál egy ilyen jótékonysági segélyhívó rendszernek a magyarországi képviselés. Akkor egy hosszú angliai tartózkodásról jöttél haza. Aztán utána elkezdtem olvasgatni így a neten, és láttam, hogy elég sok olyan dologba bele folysz, ami a jótékonysághoz kötődik. És mindig mondod, hogy meg kell adni az arányát annak, hogy mi az, ami pénzes, és mi az, ami jótékonysági. Akkor térjünk először rá a művészi életre, mert majd csak azért mondtam az elején ezt, mert szeretném, hogyha majd erről is beszélgetnénk. És a másik, amivel az egész beszélgetést indítanám, ugye az életrajzod azzal kezdődik, hogy 4 hangszert kezdtél el tanulni, 4 fúvós hangszert. Miért azt a 4-et, és milyen sorrendben? Tehát hogy alakult ki egyáltalán, hogy egy fiatalember 4 fúvós hangszerrel indítson? Hát zongoráztam én előtte, ugye van egy ikertestvérem, és mi 6-7-8 évig zongoráztunk együtt. A gimnáziumban jött ez. A 70-es években akkor jött haza Sirius Ausztráliából, volt a Sirius hajó, és nagyon tetszett a szaxofon, nagyon tetszett, főleg a Rádúj Misi, aki egyébként később engem tanított. Tetszett a fuvola. És akkor olyan mindent akartam, fiatal voltam, és mindenbe bele akartam kezdeni, de nem volt hangszerem. És akkor nagyon jó zeneiskolák voltak, és hát miután én a mai napig nagyon szeretek gyakorolni, és rengeteget, ilyen 8-10 órákat gyakoroltam. A forgatási helyszínt az immár 25 éve működő Remiz étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott. Paul Lillát, a Krizó csillogó ékszerei varázsolják még elragadóbbá. A műsorvezető frizurája a Pomádé Szalonban készült. A Lillás reggeli a Facebookon is elérhető. facebook.com/lillásreggeli A műsor média partnere a Pécs Rádió. Lillás reggeli. Hozzávaló két személyre. Egy adag friss tudnivaló, egy meghitt hely, egy lenyűgöző személyiség, egy csipetnyi kíváncsiság, egy csokornyi jó kérdés, és a háziasszony, Paor Lilla. Zenei tanulmányait 8 évesen kezdte. Először zongorázott, majd a gimnázium alatt fuvolán, klarinéton, oboán és szaxofonon tanult. Elvégezte az OSK zeneiskoláját, majd felvették a Jazz Konzervatóriumba. A Spirál együttessel a harmadik helyezést érték el a Kimi Tudon, ezt követte a Kati és a Kerekperec, a Corvina, a Piramis és az Egyda együttes. 1988-ban Németországban jelent meg első lemeze, Pánsíp. Ez volt akkor, de igen, az inkább elérhető volt, mondjuk, mint egy szaxofon, vagy mint egy klarinét.
és édesanyámat rávettem, hogy vegye meg. De hát ő mondta csak akkor, hogy válig érő hosszú hajam volt, hogy akkor veszi meg, hogyha levágatom a hajam, mert hát hogy nézek ki. És akkor én elmentem, ahogy biztos legyek, elmentem a fodrászhoz, és kopaszra levágattam a hajamat. Szegényed. Anyám persze elájult, és megkaptam ezt a fuvolát, és ezzel a fafuvolával mentem el a zeneiskolába, jelentkeztem. És hát ott mindjárt mondta a tanár, hogy hát jó, jó, jó ez a fafúla, de hát ez már egy nagyon régi rendszerű, stohaszer volt egyébként, egy értékes hangszer. És, jó reggelt kívánunk, köszönjük reggelt szépen. Kívánunk. Köszönjük, húha, ez igen, izgalmas. Izgalmas lesz, igen. És akkor meghallgatott a tanár, mert már ugye én előtte próbálgattam meg, amit hallottam a Rádúj Misitől, a Sirius egyébként, a Török Ádéjék, ugye a Gőzhajó és egyebek, és akkor kaptam egy fuvolát a zeneiskolától. Anyukád nem kapott frászt, hogy megveszi drága pénzért neked a hangszert, és utána igazából nem, mert az a hangszer is becsbe volt, az a hangszer is becsbe volt, inkább attól kapott frászt, hogy én közben jelentkeztem klarinétozni, és akkor